A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége minden évben néprajzi tábort szervez. Itt többek között fafaragók is megfordulnak, mondja Bogos Jaromosné, a Cikói Hagyományőrző Egyesület vezetője. Néhány éve a kisdörögiak készítettek egy Csaba királyfi szobrot, amit azóta már át is adtak. A Bíró Zoltán azt mondta, mi egyik fafaragónk, hogy hát neki is van egy ilyen nagy farönkje, és mi is tudnánk ilyet csinálni. Na hát akkor több se kellett, akkor rajta voltunk, hogy akkor nekünk is legyen. Tavaly a néprajzi táborban Szemcsok István úgy nagyjából elkezdte faragni, és akkor Zoltán befejezte. És ilyen összefogás volt, mert a talapzat ugye egy gránit tömb, azt Bíró Bernát szerezte, Mórágyról, akkor, hogy védjük az esőtől meg a hótól, akkor kitalálták, hogy legyen egy kis tető is, a tetőnek kell állvány, amire áll, és akkor Sebő Gábor és Bogos Jeromos megcsinálták, és Nagy Lászlót is meg kell említenem, aki Mórágyról idehozta a gránitlapot, mert jó tömböt, nem is lap, hanem tömb, jó nehéz volt, és ebben segített. Úgyhogy és tudom, hogy máskor tartják, a május végén szokott lenni a Csaba királyfi ünnepség, de akkora nem készült el, és mivel a héten volt Csaba névnap, akkor úgy gondoltuk, hogy most megtarthatjuk. Van, aki május végén tartja, nyárát szeredán talán, és van, ahol meg szeptemberben tartják a Csaba névnapot, illetve az ünnepséget, de most nekünk így sikerült, remélem, hogy azért most is jó lesz. Jön a hideg, el kell menni. A monda szerint Csaba királyfi Attila hun király legkisebb fia volt. Ahogy a dalban is, vagy a himnuszunkban is bent van, ugye hát ő volt, aki a székelyeket letelepítette Erdélybe, illetve akkor lettek székelyé tulajdonképpen, és hát azóta is hozzá fohászkodnak, illetve akkor is, hiszen van egy ilyen történet is, hogy ugye, hogy ő olyan 3000 székelyt letelepített, majd elmenve tovább ugye jelezte, hogy ha bármi probléma van, akkor jöjjenek csak vissza, illetve imádkozzanak, vagy kérjék, hogy jöjjön vissza. És hát ugye nem sokára újra megtámadták, mint ahogy rendszerint szokott a környező népek, és akkor valóban jött és segítette. Most ezt háromszor hasonló módon, végülis a legutolsó, ugye, amikor már tulajdonképpen már több száz év múlva, amikor már nem élt, akkor eljött ugye a csillagösvényen, és a székelyeket megsegítette, illetve megvívta helyettük azt, illetve segítségével meg le tudták győzni. És hát akkor azóta végül is a fennállásunk, a megmaradásunk egyfajta mondává kerekedett. Az eseményen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is jelen volt. Ő elmondta, örül annak, hogy egyre több székely település vállalja identitását, és ennek tárgyi emlékeket is állít. Most már szinte mindenhol találhatunk ott, ahol bukovinai székelyek élnek, székelykapukat, kopjafákat, székely kereszteket, és most ez a Csaba királyfi szobor is azt bizonyítja, hogy az itt élő emberek vállalják a származásukat, és büszkén vállalják. A székelyek szerint ezek a hunok az ő, illetve mi őseink, és így a mi népünk történetéhez is szorosan hozzátartozik Csaba királyfinak az alakja. Ez is egy újabb olyan dolog, ami igazából a mi identitásunkat megerősíti, és ha igaz volt ez, ha nem, mi ragaszkodunk ehhez, mert gyakorlatilag ez is hozzátartozik a mi népünk történetéhez. Az esemény zárásaként a résztvevők megkoszorúzták a Csaba királyfit ábrázoló szobrot.